Ezelőtt három évvel Strasbourgban az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén meghallgathattam, amit Viktor Viorel, pont a Románia miniszterelnöke, az országa nevében tett ígéretet arra, hogy rendeződik a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem ügye. Kimondta azt, hogy a magyar diákok az anyanyelvükön tanulhatnak, és a magyar tanárok teljes joggal vesznek részt az intézmény vezetésében. Mindezeket a szavait az Európa Tanács parlamenti közgyűlése megtapsolta. Ma meg kell kérdezni Románia kormányától, az az ország, Románia, ahol következmények nélkül lehet beváltatlan ígéreteket tenni? De meg kell kérdezni az Európa Tanácstól. A parlamenti közgyűlés az a fóruma Európának, ahol félre lehet vezetni az embereket, nyíltan lehet hazudni, beváltatlan ígéreteket tenni. Azt hiszem, Románia kormányának és az Európa Tanácsnak is van felelőssége, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem ügye a jognak és a demokráciának megfelelően megoldódjon. Köszönöm az elnök úrnak! Közelennek a választások! Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy 2013-ban, október 6-án az MDSZ-nek a képviselője megígérte, hogy a probléma az orvosi egyetemen a magyar oktatás helyzete meg van oldva. Én fel tudok mutatni 15 ígéretet, amit az RMDS nem teljesített. Tisztelt egyetemi oktatók és hallgatók, mennünk kell szavazni felelősséggel, hogy igenis változzon a magyar közéleti képviselőinktől, legyenek olyanok, akik megpróbálnak kiállni az ügyeink mellett, nem csak ígéretbe, hanem tettbe. Megkérem Szilágyi Zsoltot, a Erdélyi Magyar Néppártnak az elnökét, hogy mondja el a felhívását. Az Erdélyi Magyar Néppárt nevében támogatjuk Marosvásárhely és Erdély magyar diákjainak azon harcát, hogy a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti és Orvosi Egyetemen, úgy ahogy az 70 évig működött, most is létezzen a magyar fakultás. Képes a magyar közösség őshonos erdélyi magyar közösségként, őshonos európai közösségként saját egyetemét működtetni. A tanügyi törvényt, a jelenlegi tanügyi törvényt Romániában nem tartják tiszteletben. Azt kérjük Románia tanügyminisztériumától és kormányfőjétől, hogy mi hamarabb szerezzen érvényt a tanügyi törvénynek, és ennek alapján Marosvásárhelyen újból működtethessük az orvosi egyetemet. Azt kérjük az európai fórumoktól, hogy monitorozzák, kísérjék figyelemmel azt a diszkriminációt, amely ellenünk megvalósul. Nem engedjük azt, hogy az asszimilációs politika nyomán elvegyék intézményeinket. Kiállunk oktatási hálózatunkért. Kérjük a nemzetközi vezetőket, szüntessék meg Romániában a székelyek és a magyarok elleni diszkriminációt. Köszönöm Szilágyi Zsolt elnök úrnak, és most megkérem a Erdély Magyar Néppártnak a helyi vezetőjét, hogy tegye meg a felhívását, hogy gondolkodjunk el a választások előtt, hogy amikor szavazunk a magyar, a orvosi egyetemnek a magyar oktatás önállósága mellett tesszük le a szavazatot, a pecsétet, vagy a továbbiakban csak az ígéretek mellett szavazunk. Az Erdélyi Magyar Néppárt Marosvásárhelyi szervezete kiáll a Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzés Egyesületének jogos követelései mellett, ami a magyar nyelven való gyakorlati képzést, a szavazati egyenlőséget a szenátusban,
az egyenlő képviseletet az egyetem vezetőségében, a magyar főtanszékek megalakítását, a rezidensi és doktori vizsgák magyar nyelven történő biztosítását, a fizetéses helyek egyenlő elosztását és az oktatásban a saját tankönyveinek a használatát illeti. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! Ezzel alkalommal is megígérjük, hogy addig kitartunk, amíg Románia nem teljesíti mindazokat az ígéreteket, amit a szülőföldünk megszerzésével tett. Ha kell, évekig fogunk tüntetni, még nem lett nyugdíjas tüntető, de lehet, hogy a történelem így hozza. Köszönöm a figyelmüket! Jó van, jó. Jelenleg van a magyar diák 1200 pont.